Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. PMFC je organizirao međunarodni nogometni turnir za djevojke. ŽNK Osijek završio je na 5. mjestu. U organizaciji Hrvatske samouprave Dom Bovara održana je svečana priredba. Priredili su suprogram učenici Pečuške gimnazije Miroslava Krleže. Adventski koncert kluba Augusta Šenua okupili su se hrvatski vjernici Županije Baranje. PMFC je po drugi put organizirao međunarodni nogometni turnir za djevojčice. Na turniru je nastupila i ekipa U15 Hrvatskog ženskog nogometnog kluba Osijek. Hrvatice su završile na 5. mjestu nakon pobjede nad nogometašicama rumunjskog Temišvara. Maja Francuzović uvrštena je u All-Star ekipu turnira. Magyar, horvát, román, szlovák és szerb U15-ös leányklub csapatok mérkőztek meg egymással a második PMFC leány nemzetközi tornán az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont műfüves csarnokában. Mivel a szlovák Slovan Bratislava megbetegedések miatt lemondta a szereplést, a PMFC sportolda színeiben egy vegyes korosztályú női együttes játszott versenyen kívül. Az 1990-ben alapított ZNK Osijek a horvát első osztályban szerepel, és mind a bajnokságban, mind a kupában rekorder a győzelmeket tekintve. Az Eszéki klub U15-ös csapata is elfogadta a meghívást a kétnapos tornára. Mi smo ekipa iz Osijeka, naše seniorke su državni prvaci, a mi se borimo u prvenstvu Hrvatske i trenutno smo treći na tablici. Ovaj turnir, jako, jako kvalitetan turnir, pozitivno jedno iskustvo, možda nam rezultati nisu bili baš najbolji, neke stvari se za nas nisu poklopile, ali smatram da su i cure puno naučile iz ovog turnira i evo sad ovaj dan smo pobjedile prvu utakmicu, u drugoj se nadamo isto pobjedi i to je to. Da, ja sam igrala nogomet, igrala sam do zadnjeg trenutka jer sam ostala trudna pa sam zbog tog prestala igrat. Igrala sam isto za Osijek. Mislim da ukupno smo osvojili dok sam ja igrala za klub 11 naslova prvaka i 11 naslova Kupa Hrvatske i baš sam ponosna što sam dio ovog kluba i što sam ostala i nakon što sam prekinula igračku karijeru. U Hrvatskoj da, puno, vidi se baš napredak. Trenutno u našem klubu imamo 4 mlađe kategorije, otprilike oko 200 curica trenutno je u Osijeku u klubu registrirano. To su cure do 18 godina. Znači, Ferencvaroš kao klub me baš oduševio i Pečuh je također baš onako, vidi se da se radi s curama, da je to jedan nivo više nego kod nas. Napredniji su klubovi, ali evo, nama je ovo prilika da naučimo iz vašeg primjera i da i mi ulažemo i dalje i da vidimo da sigurno ima rezultata ako se ulaže i dalje. Ja sam iz Osijeka, to je u Hrvatskoj jedan grad. Igram nogomet već jedno 7 godina otprilike i jako sam zadovoljna, stvarno imam super ekipu, imam odlične rezultate i sve super. Pa mislim da su ekipe ovdje stvarno kvalitetne, sviđa mi se ovo, super je organizirano, lijepo je mjesto, sve super, stvarno, nemam prigovora. Pa želim nastaviti trenirati i igrati nogomet dokle mogu, dok volim i iskoristiti, a sad vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Ja se zovem Paula i nogomet igra već jedno 5 godina i jako mi se sviđa. Pa sviđa mi se i utakmice i treninci, zato što dam sve od sebe što mogu. Pa sviđa mi se, mislim da su ekipe jako dobre. Planiram igrati nogomet dokle mogu i dokle imam volju igrati za nje, igrati nogomet. Azért szerveztük ezt az U15-ös nemzetközi tornát, mert fontosnak tartjuk, hogy a bajnokság mellett a lányok külföldi csapatokkal is találkozzanak, és gondoltuk, ha már külföldi csapatok, akkor tényleg a legerősebb klubok jöjjenek, úgymond, név szerint legalábbis, de ahogy látom, nem csak név szerint erősek, hanem tényleg nagyon ügyes lányok vannak mindenhol, illetve minden csapatban minimum 3 válogatott játékos van a saját korosztályában, a saját országában. A PMFC női labdarúgó szakosztálya idén májusban került az ország 8 államilag elismert státusszal rendelkező Leány Sportakadémiája közé.
Jó, van, nagyon jó torna, megerősebb lett volna, ha Bratislava is jön, plusz van egy pár csapat, akinek válogat játékosok nincsenek itt, de így is gondolom, hogy abszolút megmutatta, hogy hol vagyunk elmaradva, és tovább is azt mondom, hogy nem a játékban vagyunk elmaradva, hanem a felfogás. Ami neki az első a labdarúgás, más ország nekünk még mindig a negyedik vagy ötödik az ujja. A helyszínen követte végig az eseményeket mások mellett Turtócki Sándor, az U19-es magyar női válogatott szövetségi edzője, és Kis László, az MLS női szakág vezetője is. Az MLS, mint olyan, az kit keres? Az a legjobbakat keresi, azaz azokat a játékosokat, akik össze tudják mérni valójában is a tehetségüket más országok tehetséges lányaival. Tehát magyarul nem az a tehetség, aki helyben tehetség, hanem az, aki már válogatott, és ezt fel tudja venni bármelyik ország válogatottjának a küzdelmében. A horvát lányok az ötödik helyen zártak, miután a helyosztón legyőzték a román Temesvár focistáit. A Gárdából Maja Francuzovic került be a torna All-Star csapatába. Hrvatska narodnosna samouprava Dombovara iznenadila je svoje članove i pomagače posebnim adventskim darom. Organizirali su svečanu priredbu gdje su pečuški učenici koji su im došli zabavili publiku s gotovo jednosatnom dvojezičnom priredbom. I dok četvrtu upalim svijeću, svima želim mir i sreće. Közel egy órás műsorral készültek a pécsi Miroslav Kleza gimnázium diákjai, ők már évek óta visszajáró vendégek a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat karácsonyváró ünnepén. Egy kétnyelvű műsorral készültünk, nagyjából egy óra hossza lesz a műsor, horvát és magyar nyelvű betlehemes játékokkal, szavalatokkal, illetve hát a ránk nagyon jellemző énekkarunk és zenekarunk is részt fog venni a műsorban a karácsonyi és egyéb dallamokkal is. A gyerekek hosszú-hosszú heteken keresztül készülnek minden évben a karácsonyt megelőző dombóvári fellépésre. De szerencsére azt mondhatjuk, hogy ez a karácsony egyébként is egy ilyen mozgalmasabb időszak, mert nem ez az egyedüli hely, ahol felszoktunk lépni, több megkeresésünk is van, illetve hát nyilvánvalóan, hogy az iskolában is tartunk karácsonyi, illetve ma például a Mikulás napi ünnepségünk volt, úgyhogy általában ezek a felkészülések úgy zajlanak, hogy már jóval korábban, nagyjából egy hónappal korábban elkezdünk rá készülni, és folyamatában vannak a próbák, szinte mondhatni, hogy napi szinten nem az egész komplett műsor, hanem részeiben, elemeiben, és akkor van mindig egy olyan hét, amikor a főpróbák zajlanak, amikor együtt összepróbáljuk a különböző részeket, amiből a műsor összeáll, és ezzel akkor többször felszoktunk lépni több helyen. A pécsi horvát gimnáziumban a gyerekek nem csak egyszerűen emelt órszámban tanulják a horvát nyelvet, hanem több tantárgyat is így elsajátítanak. Mi nemzetiségi kétanyelvű iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy a horvát nyelven kívül több tantárgyat is horvát nyelven tanulunk magas órszámban, de vannak olyan települések, ahol csak nyelvoktató iskolákként működnek, tehát a horvát nyelvet úgy tanulják, mint mondjuk egy másik idegen nyelvet, heti 5 óra számban, illetve még hozzájön a horvát nemzetiségi népismeret heti egy órában. Nyilván itt kevesebb lehetőség van arra, hogy jól elsajátítsák a nyelvet, hiszen kevesebb az a tartalom, amire idő jut a 8 év alatt, azonban nálunk sokkal gazdagabb a kínálat etéren is, és természetesen a tanórákon kívül nálunk még az is hatalmas előny, hogy nagyon sok délutáni elfoglaltságok van a gyereküknek, ahol szintén legyen az például a hagyományokat ápoló énekkarunk, az instrumentális zenének a tanulása a zenekar keretén belül, illetve különböző színjátszók is csoportok van. Tehát sok olyan elfoglaltság is, ahol szintén a horvát nyelvet és a kultúrát ismerik meg, illetve gyakorolják. A pécsi horvát gimnáziummal több mint évtizedes kapcsolata van a dombovári horvát önkormányzatnak. Gyakorlatilag, amikor a dombovári horvát önkormányzat megalakult, onnantól kezdve ez aktívan együtt él és működik.
Mi is részt veszünk az ő rendezvényeikön, ők pedig hagyományosan a kiemelt rendezvényeinkön mindig itt vannak. Ugye az egyik legfontosabb talán az mindig a városnapjához kapcsolódik, április 1-e vagy a körül, amikor is emlékműsort tartunk és megemlékezés koszorúzást Franyi Rossi Blázs Dombovár szülöttjének az emlékművénél a Vasis udvarban. Ők adják a műsort, itt vannak, és segítenek ezeket a megemlékezéseket tartalmasabbá tenni. A másik ilyen esemény, ami itt van, az pedig mindig ez hagyományosan az adventi karácsonyi koncert vagy műsor, amit ugye ők adnak magyar és horvát nyelven. A Dombóvári Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata. A testület elnöke azt mondja, ezért is különösen fontos számukra, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak ahhoz, hogy ápolják az anyaország kultúráját. Ugyanazt az elismerést kapjuk el a Magyarországi Horvátok Országos Szövetségétől, illetve az Országos Horvát Önkormányzattól is. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, hogy értelme legyen, olyan programokat szervezni, amelyek tartalmasak, összefogják azt a kis csapatot, amivel rendelkezünk, illetve azt a szimpatizáns kört, akik már hagyományosan részt vennek a rendezvényeinken, illetve tartjuk azokat az emlékeket, próbáljuk frissen tartani, élőnek tartani azokat a múltbeli horvát gyökereket, amelyekkel Dombóvár rendelkezik. A hagyományos gálaesten évek óta rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Ő mostani köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a pécsi diákok és a dombovári horvát közösség mindent elkövet annak érdekében, hogy a hagyományaikat életben tartsák. Én azt gondolom, hogy akik évről évre visszajövünk, és látjuk ezeket a gyerekeket, és látjuk azt, hogy milyen örömmel, mosolyogva énekelnek, illetve lépnek fel, még akkor is, hogyha esetleg nem vagyunk sokan, akkor örülünk annak, hogy egyáltalán itt lehetünk ezen az estén. Számomra nagyon szép az, ahogy a magyarországi horvátok az őseiknek a kultúráját, nyelvét megőrzik és továbbadják. A mostani adventi gálán közel 50 diák állt színpadra a műsor során. Hrvatski ured Pečuške biskupije, Pečuški klub August Šenoa i Hrvatska samouprava Baranjske županije već dugi niz godina organizira tijekom adventa okupljanje hrvatske zajednice u Pečuškoj katedrali, a središnji dio toga susreta je misno slavje na hrvatskom jeziku. Prije misnog slavja 9. prosinca s početkom u 15 sati mješoviti katedralni zbor iz Đakova pod ravnanjem majstra Ivana Andrića održani će adventski koncert. Ove godine susret Hrvatske zajednice za vrijeme adventa održan je u petak 9. prosinca na poziv pečuškog biskupa Laszloa Feföldija te velečasnog Ladislava Bočmoja, povjerenika Pečuške biskupije za vjernike Hrvate, misno slavije u Pečuškoj katedrali u 17 sati predvodio je đakovački osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Evo, kao i svake godine, to je otprilike 20 godina priređujemo naše hrvatske adventske koncerte u sklopu organizacije biskupije Pečuške, što znači da i Njemci i mi isto imamo jedan dan kada nam je biskup obezbijedio da mi možemo naš hrvatski koncert održati. Ove godine imamo goste iz Đakova, pomoćni biskup Antunović je sa nama i imamo pjevački zbor isto iz Đakova, to je crkveni zbor katedrale Đakovačke. Nama je drago što su došli. Svake godine to održavamo, očekujemo naše vjernike ne samo iz Pečuha, nego i iz okolnih naselja. Tako da nadam se da će biti lijepo i uspješno ove godine isto za doček nove godine, rođenja Isusa i dočašća. Hvala.
Ja mislim da je važno da mi Hrvati u Pečuškoj biskupiji se skupljamo sad pred Božić u Adventu. Ja mislim da ovaj koncert koji ćemo slušati ovdje u katedrali bude nas pripremio za svetu misu, a nadalje bude nas još bolje pripremio za Božić, za Isusovo rođenje. Ja mislim da naši Hrvati ovdje u Pečuškoj biskupiji jako čekaju uvijek da dođu biskupi iz Hrvatske, jer ako oni dođu iz Hrvatske, onda nas ujačaju ne samo u vjeri, nego i u našem jeziku i u našem identitetu. Evo, drago mi je da sam danas u gradu Pečuhu, u sjedištu ove Pečuške biskupije, s kojom našu Đakovačko-Osječku nadbiskupiju povezuje i povijest koja je isprepletena, jer je jedan dio naše današnje nadbiskupije pripadao u sastav ove biskupije. I sam sam sudjelovao na jednom od hrvatskih dana za zajednicu Hrvata ovdje u Pečuhu u Mađarskoj, tako da vidimo da je puno toga što nas povezuje i poziv da svjedočimo svoju kršćansku vjeru i mentalitet koji se oblikovao ovdje u ovoj ravnici s malo brežuljaka, tako da pripadamo jednom panonskom mentalitetu i u tome se očituju i naši običaji koji su u mnogo čemu slični i suradnja koju nastojimo ostvarivati između naših naroda i mađarskoga i hrvatskoga, a svakako i u krilu naše zajedničke crkve. Na programu su bile adventske i božićne pjesme hrvatskih skladatelja, a svaka izvedba bila je popraćena pjeskom okupljenih. Na kraju koncerta, zajedno s publikom u katedrali, opjevana je pjesma Padaj s neba roso sveta. Zbor je to mješoviti koji broji oko 40-45 pjevača. Ovdje u Pečuk smo došli sa programom adventsko-božićnog karaktera. Otpijat ćemo 10 skladbi, što adventskih, što božićnih, kako bismo na taj način malo pomogli i slušateljima da uđu u to lijepo vrijeme i adventa i Božića. Ovom prigodom u ime katedralnog zbora želim svima čestitati sretan Božić i zaželjeti još ugodne dane adventa do Božića. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet.